kívánok! Szervusz, Tibi! Ismét egy bevetésre kerültünk. Ezt a sajnos mondhatni így, hogy így szeretném kifejezni magamat, hogy elrontott és beteg, amúgy meg beteg diófát fogjuk kivágni. Tehát itt már, ugye ez ilyen hanyagul levágott ágak, letört ágak, nem lekezelt ágak, és akkor itt elkezdődik egy visszakorhadás. Hát ilyenek vannak itt, nem tudom, hogy ez egy vissza, ilyen drótbenövések, ilyesmik, és az van, hogy ez az ág, vagy erről a fáról potyognak meg folyamatosan az ága, itt a telekrendezésben sajnos útban van, azt a fát egyelőre megtartjuk, megmentjük. Hát ezen is vannak azért elhanyagoltságok, de főleg ez, tehát ezekre gondolok én itt, hogy ezeket még helyre lehetne hozni, de a maga a fa is betegeskedik, és erre a döntésre jutott a tulajdonosék magánterületen. És megpróbáljuk úgy lemondani, hogy ne történjen semmi para. Megmutatom a fát távolabbról, így néz ki. Ugye az van, amennyire tudjuk, lehúzzuk, lecsörlőzzük, lebontogatjuk, és feldaraboljuk, és mai nap folyamán első bevetése lesz a GTS 1300-as típusú benzinüzemű 420 köbcentis 15 lóerős motorral meghajtott ágdarálónak. Ugye ez az ágdaráló már onnan kezdődik, úgy szoktuk ezt apostrofálni, hogy ez innen kezdődnek az utánfutóval húzható ágdarálók. Ezen még nincsen behúzó henger, hanem ez úgy van, hogy ez saját maga, hogy belejten az ágakat, szépen ő maga a kés forgása hatására húzkodja be, aprítja le. Papírforma szerint 10 cm vastagságig. Én erre azt gondolom, hogy ez reális is lehet élő fa esetén, tehát nem száraz fa esetén, de ezt majd most le fogjuk tesztelni. Ugye milyen előnye lehet egy ilyen nem utánfutóval húzható képnek, az egyszerűen meg így definálható a keskenysége, tehát ezt egy kis kertkapun is be lehet húzni, akár egy kis, vagy egy nagyobb, szélesebb bejárati ajtón is át lehet húzni. Kézzel mozgatható, nem könnyű, de viszont azért két ember simán ide-oda tudja noszogatni. Na, erről akar szólni a dolog, tehát lebontjuk ezt a fát, megpróbáljuk a lehető legnagyobb biztonsággal. Ugye ilyenkor mindig azt szoktuk csinálni, hogy ha én legalábbis, ha nem mászom meg, hogy akkor földről mindig lekönnyítem ugye a magassági ágvágóval, teleszkópos nyerőfűrésszel, amennyit lehet, leszedünk róla súlyokat, és akkor könnyebb lesz kibillenteni az egyensúlyából, könnyebb lesz akkor ledarabolni, és a többi, és a többi. Tehát itt azért bevetünk mindent, ami van nekünk. Ez a munkához összesen 3 darab benzin motoros gépet hoztunk, egy a PPX 270-es magassági ágvágó, aztán 2 darab láncfűrész, egy kisebb és egy nagyobb teljesítményű, a kisebb teljesítményű az a 451, a nagyobb a 630-as, és ha már így egymás mellé pattintottam a két rozsdamentes kipufogóval ellátott gépet, akkor azért szeretnék egy kicsit arra kitérni, hogy ez a két gép, ez valójában katalizátoros, mind a kettő. Őt évek óta hajszoljuk, amióta megjelent az első verzióban Magyarországon. Ő pedig nemrég jelent meg, ő is katalizátoros. Azt tudni kell, hogy ennek az elődje a 962, valamint a 965 HD katalizátor nélküli szinten folytatlan kipufogóval létezett. Most egy kicsit arra szeretnék én kitérni, hogy milyen az, amikor katalizátoros kipufogója van egy láncfűrésznek, és milyen az, amikor nem. Ugye azért nagy vonalakban, tehát én nem szeretném ezt bőlére ereszteni, de azért nagy vonalakban szeretném végig szaladni rajta, hogy a katalizátor azért valamennyire fogja vissza a gépet, valamennyire fogja vissza a teljesítményét. Ezért a gyártó, aki katalizátoros kipufogóval ellátott láncfűrész gyárt, ezt megpróbálja hozzá igazítani bizonyos dolgokban. Ez valamelyik gyártónak sikerül, valamelyiknek nem. Most jelen esetben itt az van, hogy ezek, mivel munkaeszközök, nem versenyfűrészek, nem játszadozni való fűrészek, és a többi, tehát ezek kereskedelmi forgalomban lévő fűrészek,
így az Európai Uniós károsanyag kibocsátási normának meg kell, hogy feleljenek. Ugye, aki pénzkereseti lehetőségként vállalkozásból, vagy pedig KFT-ben, vagy cégen belül használja ezeket a gépeket, ezeknek az előírásoknak meg kell, hogy feleljenek. Sőt, tehát mind az autónál műszaki, tehát az autónál is úgy van, hogy ugye zöld kártyát kap az autó, hogyha nem felel meg annak, akkor azért elég komolyan utána kell járni. És itt az van, hogy a katalizátoros kipufogóval ellátott gépek ugye picit visszafogottabb, hajszányival visszafogottabb teljesítményét még azzal is tetézik, hogy halkabbak is. Hoppá! Tehát ugye itt van, nem csak károsanyag kibocsátási norma van, hanem zajkibocsátási norma. És nem szoktam én ilyen bizonygatós hülyeségekkel foglalkozni, meg nem is akarok, mert ugye mi ezekkel a gépekkel mi megpróbálunk pénzt keresni. Tehát nem az a lényeg, hogy most a fűrészbakon a adott rönköt hány másodperc alatt vágja el, mert ezzel mi pénzt keresünk. Tehát azt tegyünk azért a kettő között különbséget, más az élvezeti értékkel való fűrészelés, meg más a pénzkereseti. Pénzkereset esetén azért a megbízhatósága legyen a legfontosabb, és az ergonómia. Tehát használható legyen az a gép megfelelő módon és megbízható. De kíváncsiságból, mivel van nekem katalizátor nélküli kipufogóm ehhez, csinálni fogok majd későbbiekben talán egy olyan videót, ha éppen ahhoz érzem a kedvemet, hogy megmérem a zajkibocsátását. Károsanyag kibocsátását nem tudom mérni, meg nem is érdekel. A zaj kibocsátását, mert engem az érdekel, hogy amikor x órán keresztül dolgozok egy udvarba, azt a decibel számot hogyan veri vissza a fülembe, mert nagyon sokan vigészkednek, hogy ők nem használják a hallásvédőt. Én is így voltam az elején, de aztán rájöttem, hogy mikor éjszaka alszok, és akkor az egész éjjel zsong az agyam, mert nem vettem fel a fülvédőt, akkor azért így elgondolkodok rajta, hogy kellett volna. Tehát nagyon sokan úgy vannak, hogy itt van egy-két órás használatra nem használnak hallásvédőt, nem baj, hogy ordít a fülész, ez így is van, de ez hosszú távon biztos vagyok benne, hogy károsítja a hallást. Tehát a hallás az olyan, ami hogyha romlik, akkor az nem fog megjavulni. Az egyik ilyen dolog. Na mindegy, tehát ez volt a katalizátoros része, tehát én tudom jól, tehát mondom, évek óta használom ezt, hogy ez a gép még nem olvadt el. Mert ugye a katalizátorról azt kell tudni, hogy ez nagyobb hőterhelés jelent a gépnek a visszafelé motorba, mert ugye így gyűlik össze a hő java része, de normális gyártók esetében ezt higgyétek el, hogy nem hasra ütnek, és nem ráteszik csak a katalizátoros kipufogót, nem csak rácsavarozzák, hogy ne higgyétek, hanem úgy van, hogy ezeket azért próbálgatják, ezeket tesztelgetik, és hosszú távon, meg ugye azt is mondjuk el a fűrészmánián belül, hogy mivel mi ezekkel dolgozunk, tehát nem csak játszadozunk, hanem ezekkel dolgozunk, ezek valós munkavégzésre használt gépek. Azt mondjuk meg, hogy azért mindegyik gépet túlterheltük már, tehát mindegyik gépnek megkarcolgattuk, sőt át is léptük a felhasználási határait, és még egyik se sült be, pedig rögtön az első pillanattól 1.50-es keverékkel használjuk. Tehát aki besüti vagy megsüti a gépét, az nem mindig a katalizátortól van, tehát az csak egy sztereotípia is lehet. Tehát sok minden tényezőtől függ, hogy ki hogyan süti meg, főzi meg a gépét. Nekünk eddig még egyszer se sikerült. Szörpet töltesz bele. Jöjj. GS 451, GS 630.
leszettünk már, azért lehet látni, hogy mennyivel nyurgább a dolog, de ahogy gyűlik a zág, akkor most már elhatároztuk, hogy kipróbáljuk a zágdarálót is a gyakorlatban. Így néz ki, most lesz egy hidegindítás, és darálunk. Azt mondja, hogy van egy onállás, benzincsapot kinyitjuk, szivarjuk, ráhúzunk, teszünk rá gáz, biztos egy kapcsoló ki. Hadd melegedjen, szépen kis dübdögés, amikor bemelegedett, akkor meg majd teljes gáz. Szétkapjuk.
A gyerekek, ez dolgozik. Tömni kell, mint a kacsát, vagy a libát, bocsánat. De most hol nem látom. Kést, egy kicsit arra forgatjuk. Nézd ki. Azért itt van miért. Ugye biztonsági kapcsoló is nagyon hasznos tud lenni. Néha túl óvatosnak érzi az ember, de inkább félni, mint megijedni, azt mondják. Jobb félni, mint megijedni, mert inkább előbb álljon le emiatt, hogy véletlenül rátehénkedik az ember, mint hogy valami baj történjen. Ugye nincs ezen behúzó hengerek, hanem maga kés húzza be, és az ilyen ágas-bogas göncöknél az tapasztalatú, hogy azért bele kell erőltetni, vagy le kell törni, vagy elé kell dolgozni, de úgy alapvetően azért elég tekintélyes, tisztességes méreteket is képes ledarálni. Ugye van itt ezen egy olyan funkció is, hogy komposztál, hogyha ide ráteszünk egy tölcsért, akkor nem itt szórja ki, akkor ezt le kell dugózni. Itt van egy ilyen tölcsér, ami kiadagolja ilyen komposztálni valót. Hát gyerekek, azért ugye mi használtuk a 900-as nagyon sokáig, az 1300-assal csak hasonlóságot lehet felfedezni, azt nem mondom, hogy tehát tényleg olyan, mint a nagyon kicsi öccse lenne neki. Tehát ez már brutális. Tényleg. Ezt kimerem jelenteni, hogy ez már brutális. Ezt győzni kell rakni. Majd meglátjuk más fa állománynál, vagy fánál, de hát most lényegesen egy lédúsabb növényzetnél, mondjuk egy nyárfánál, vagy pedig egy fűzfánál, ez biztos, hogy szívja be mind a spagettit. Még lehet, hogy cuppog is hozzá. Nagyon, nagyon brutális. Nagyon brutális. Na mindegy. A tényállás most úgy van, hogy így fel van kopaszva, feltámadott a szél, onnan fúj, tehát így ebbe az irányba fúj, így, tehát nekünk dolgozik. Ezt az ágat oda próbáljuk majd behúzni, oda. Ezt az ágat meg majd azután oda. Most ezt meg lehetne mászni, meg minden, de most itt azt fogjuk megcsinálni, hogy a létrán senki nem szeret dolgozni, én sem szeretek, de ha úgy alakul a dolog, akkor miért ne? Hogyha biztonságosan meg lehet oldani, neki támasztjuk a létrát, és oda kötéllel oda rögzítem, akkor simán meg lehet próbálni. Nem javasolt, de mi ezt most így meg fogjuk csinálni. Na kérem, szépen most jön az a rész, hogy ezt a baloldali ágat oda szépen. Ugye a kocsi, fel van a csörlő, 12 volt a csörlő, ide behúzzuk. Úgy ott fogom hajkolni, ott. Igen, és ott fogom a döntővágást elvégezni, és igen, létrát fogok oda támaszolni, csak úgy ki fogom kötni a létrát, és megfelelő, bízunk benne, hogy a megfelelő körültekintéssel és balesetmentességgel sikerülni is fog. Onnan fúj a szél, onnan, ebből az irányba, így, hogy nekünk dolgozik, annyi lesz az egész, hallani is, hogy mennyire tombol a szél, annyi lesz az egész, hogy azért azt mutatom, hogy itt ott kötélel ki van rögzítve a lépra, nehogy le tudjon fordulni, vagy nehogy, ha véletlenül egy lehulló ág vég
vagy valami kéne tudja ütni a létrát alólunk. Ugye el szeretném ismételni, én ezt nem javaslom, nem ajánlom senkinek. Ez nagyon nagy körültekintést igényel ez a létrázósdi, tehát lehetne mászni, de most én nem fogok mászni. Ezt most már kijelentem, egyrészt nincs is nálam a mászószusz, nem fogok érte hazugrani. Úgyhogy létrázunk. Kihasználjuk a szelet, a fizikát, elővigyázatosság aztán. Ki a csonk, szél fúj, és az van, ki van oda feszítve a kis csörlőnkre, kap egy hajkot ebbe az irányba, így erőteljesen ebbe az irányba húzva, és ugye arra húz, súlypontja arra van, hogy ide az udvar közepére megpróbáljuk úgy kiteríteni, hogy ne csapjon nagyon semmit, valószínűleg nem is fog, tehát igazság szerint a csúcsa nem tudja elérni a kerítést. Ékelünk is rá egy kicsit majd, aztán úgy. 6.30-as tankolás, addig itt szétkapom a 4.51-esre ezt a levágott ágat. Húz az az ágnyúlvány, de a törzs nagy vonalakba erre. Ebbe az irányba húzzuk, viszont ide akarjuk fektetni. Tehát az lesz, hogy megmutatom, hogy mögé állok. Ebbe az irányba szeretném majd a hajkot így, ebben nézzen, ugye abba az irányba meghúzzuk. De az a húzás az nem azt jelenti, hogy arra fog dőlni, hanem abba az irányba indul meg. Mert ugye a törési léc maga, és a törési léc és a törési lépcső maga egy zsanér, tehát annak a kialakításával döntjük el. De ugye az itt van felettünk, ugye súly meg egy kicsit erre húzza, ezt úgy fogjuk kompenzálni, tehát ugye ide szeretném dönteni, de a súly az meg erre húzná. Akkor a hajkot egy kicsit abba az irányba fogom irányítani, tehát hogy ezek a dolgok összessége kompenzálja azt a húzást, hogy a súly ide borulna rá. Tehát a hajkot, és ide szeretném dönteni körülbelül, akkor a hajkot kicsit túl kell irányítani abba az irányba, hogy kialakítsa. Ugye ebbe a magasságba fogom vágni, mert így kérték, mert ebből egy virágtartót akarnak kialakítani, tehát még mielőtt kapnám a szokásos baromi nagy okosságot, hogy nem hajlik a derekam, az már megelőzném azzal, hogy szándékosan így kérték. És kifektetjük ezt a részét, feldaraboljuk, ezt meglátjuk, mennyire egészséges ez a törzs rész, mert akkor azt lehet, hogy további felhasználásra egybe fogjuk hagyni, amennyiben nem, akkor felkuglizzuk ezt is.
kamerákkal és egyéb dolgokkal teli tűzdelt törzs esetén hamar elmegy az él. Most is az történt. Most viszont meg szeretném mutatni, hogy ugye itt a kábel irányába húzzuk. Ebben az irányba szeretném dönteni, a hajt pedig ebben az irányba nézi. És mégis valahogy ide szeretnénk fektetni.
úgy néz ki, hogy akkor ezt a nagy rönköt meghagyjuk egyelőre, mert ez úgy egészségesnek ítéltetett. Ebből még bármit is lehet készíteni. Ugye a tönköt ilyen magasra hagytuk, ahogy szeretnénk. Itt van a nyerő páros, 4.51 és a 6.30. Egy nagyobb és egy kisebb teljesítménygép, bőven elegendő. Daráló, hogy szuper áll a daráló szerinted? Teljesen jó, szerintem erre számít. Illetve egy kicsit kevesebbre számítottunk, de jó. Ja, tehát túlszárnyalta az elképzelésünket, ugye? Úgy gondolom, hogy akkor megoldottuk ezt a feladatot is. Úgyhogy akkor... Tibi? Nézi re? Szevasztok! Sziasztok!